A Fegyér Potusnyák Kárpátaljai Megyei Tudományos Könyvtárban bemutatásra került Ludmilla Ohrimenko harkivi író és önkéntes Oszkár című regénye. A könyvet maga a szerző mutatta be Ungváron. A regény alapjául egy ukrán hírszerző története szolgál, aki 2015 elején került fogságba, ahonnan végül sikerült kiszabadulnia. Abban az időszakban ő volt az egyetlen olyan ukrán hírszerző tiszt, akinek sikerült megszöknie a fogságból. Ő azt mondja, hogy erősebbek vagyunk, győzhetünk, és ebben nem szabad kételkednünk. De akkor még csak 2020-at írtunk, és nem 2022-t. Ez a bejelentése, a határozottsága átragadt rám, és a könyvem arról szól, hogyan győzik le az ukránok az ellenséget. Lyudmila Ochrimenko 2014 óta önkéntes. Humanitárius missziókkal Luhansk-Donetsk megyében is járt, hogy segítsék a civileket és a katonákat. Jelenleg önkéntes szervezetekkel működik együtt és támogatja Ukrajna fegyveres erőit. Többek között végigjárja Ukrajna nagyobb városait és árusítja könyveit. Könyvtárunk vendége Ludmila Ohrimenko, aki ha jól tudom, már száz író-olvasó találkozót tartott Nyugat-Ukrajna különböző városaiban, könyvtáraiban és művészeti központjaiban. Nagyon jó, hogy egy ilyen rendkívüli személyiség népszerűsíti Ukrajnát, lerombolja Kelet-Ukrajnáról kialakult sztereotípiákat. Nagyon fontos tudnunk, hogy bennünket egyetlen közös cél egyesít. Ezért lépésről lépésre, napról napra egyre közelebb kerülünk a gyűjtésre. Ludmila még további két katonai tematikájú művén dolgozik, amelyek címe egy léttörténete, akit leforráztak az elfoglalt területen, és az önkéntes történetek című kötet. Az írásra Oroszország agressziója és a Krim elfoglalása késztette, ahol tíz évet élt. Mint írónak a személyes álláspontom a következő. Eljött az ideje a győztes ukrán irodalomnak, annak az irodalomnak, amelynek vannak méltó emberei, olyan emberek, akiknek van saját földjük, kultúrájuk, történelmük. Mind a könyvek, mind a filmek, mind az előadások a győzelemről kell, hogy szóljanak. Az Oscar című regényt a szó megkoronázása 2021 nevű nemzetközi irodalmi versenyen is kitüntették a legjobb háborús műkategóriában. Valóban minőségi művekről van szó. A bemutató előtt lehetőségem volt belelapozni az írónő könyveibe. Az ukrán irodalomnak szüksége van az ilyen regényekre, hogy jobban megértsük azokat, akiknek köszönhetően itt élhetünk békében és könyvbemutatón vehetünk részt. A bemutató után a résztvevőknek lehetőségük volt arra, hogy dedikált példányokat vásároljanak a könyvekből, ezáltal támogatva a Ukrajna fegyveres erőit.